Csengerben az elmúlt években több sportot érintő beruházás fejeződött be, többek között elkészült egy fedett tanúszoda, megnyílt a strand, és műfüves futballpálya is épült. Több sportágat üzhetnek versenyszerűen és tömegsport szinten is a városban élők, akik újabb létesítményeket vehetnek igénybe egy állami forrásból finanszírozott fejlesztésnek köszönhetően. A rekortán futópálya az nettó 35 millió forintba került, és ez a sportpark pedig itt 13 millió forint. Nyertünk egy 225 millió forint sportfejlesztési támogatást is, amelyből most megépítettünk egy centerpályát, parkolót építettünk, járdát építettünk ezekhez a pályákhoz, és természetesen különböző kiszolgáló helyiségeket. Rengeteg tervünk van még a jövőben, hiszen most pályázunk egy nagyműfüves pálya építésére, és a csengeri kollégiumot szeretnénk felújítani, hiszen nagyon sok határon túli magyar van itt nálunk a kollégiumban, akik az utánpótlás nevelésben vesznek részt, közben a csengeri iskolába, általános iskolába és a helyi középiskolában tanulnak. Ezért úgy gondoltuk, hogy minden olyan gyereket, fiatalt, akik sportolni szeretnének itt Csengerbe, Csenger térségében is, nekik adjunk egy olyan lehetőséget, hogy tudják megtenni, ne kelljen ezért nekik nagyon sok kilométert utazni az ország több területére, hanem itt Csengerbe is legyen olyan méltó körülmények az ő sportolási tevékenységhez, amelyet itt a 21. században elvárunk. A sportért felelős államtitkár szerint a hasonló beruházások több formában is szolgálják a sportolni vágyók igényeit. A legfontosabb az, hogy az egészségünket meg tudjuk őrizni. Természetesen, hogyha minden gyermek sportol, akkor az utánpótlás is nagyon erős lesz, és hogyha az utánpótlás sikeres, akkor az élsport is egyenesen arányos, hogy sikereket fognak a legnagyobbjaink elérni, de ehhez ténylegesen meg kell teremteni azt a hátteret minden sportágban, hogy olyan sportlétesítményeink legyenek, ami a múltra nézve is, és a jelen eredményességére is méltó, és a gyermekeinket el tudjuk engedni olyan helyekre, ahol biztonságban vannak, ahol szeretnek lenni, hiszen nagyon felgyorsult digitális világban élünk, ahol meg kell tartani a gyerekeket, hogy délutáni foglalkozásokon ott legyenek, és szeressék, amit csinálnak. Csenger mellett Szamostatárfalván is átadtak egy sportlétesítményt. 18 400 000 forint belügyminisztériumi támogatás mellé 3,5 millió forintot biztosított a település egy műfüves kispálya építéséhez.